Kéméndi Tamás Mohácson született, 8 évesen kezdett el zenét tanulni. A budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola harmonika szakán végzett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott 2013-ban. Egyetemi tanulmányai mellett jazz-zongora órákat is vett. Az évek során a komoly zene mellett számos zenei irányzatban kipróbálta magát. Sajátos zenei világát nagyban befolyásolja a német zenei kultúra. Az aktív zenélésen kívül a jövő harmonikásait is neveli. Az idei Pécsi Harmonika Fesztivál zárógála estjén a neves fellépők mellett növendékei is bemutatkoztak. Én apai ágról német-sváb nemzetiségű vagyok, és hát bele nevelkedtem tulajdonképpen zeneileg mindenképpen, ha más szempontból talán nem is feltétlenül tartottuk ezeket a szokásokat, de zeneileg mindenképpen. Ugye így jött a harmonika is, mert nagyapám is és édesapám is harmonikázott, rám is rám akasztották 8 évesen, és azóta is rajta maradt a harmonika. A német zene ápolása és a német zenei kultúra ápolása nagyon fontos nekem tulajdonképpen, így a tanítás folyamán jött ez leginkább nekem, amikor is, hát ugye én azért sokat hallottam ott ezeket a népdalokat, dalokat, polkákat, keringőket, és hát így fül után megtanultam eljátszani, viszont nem volt kotta, és így ugye a növendékeimnek nem tudtam továbbadni, és akkor ez nagyon régóta fejembe forgott, hogy akkor ezt már kéne egy ilyen kiadást megcsinálni kotta füzet formájában, úgyhogy ez is létrejött. Tegnapi nap volt a kotta bemutató, harmonikára írt 50 népdal volt, és ebben az évben megtalált még egy ilyen projekt, amely egy színházi projekt volt, Ákli Krisztián személyében, ő volt a rendező, ő kért föl, hogy a Bundeltánc nevezetű színdarabnak legyek a zenei, hát nem, talán nem tudás, hogy igazgatója, de mivel ketten voltunk benne, ezért azt mondom, ez lehet mondani. Úgyhogy minden évben megtalál engem a német zene, vagy ha nem, akkor én találom meg őt. Horváth István a Magyar Állami Operaház magánénekese, az 1300 lelket számláló Baranya megyei Véméndről származik, és operaénekes feleségével, Kriszta Kingával és 2 gyermekükkel Török Bálinton él. Már szülőfalujában megtanult több hangszeren játszani. Az ének és a zene egész életét meghatározza. Számos hazai és nemzetközi sikert tudhat magáénak, miközben végig hű maradt sváb gyökereihez. Én ugye ezen a zenén nőttem föl, tehát én a sváb zenén nőttem föl, úgyhogy nekem az az anyatej a zenében. Az egész kultúrám ebből nőtt is nekem, hogyha nem lennének ilyen erősek a kötődéseim a német kultúrához, akkor szerintem nem is jutottam volna odáig, ameddig eljutottam. Nekem nagyon sok barátom van, mivel gyerekkorunkban mi együtt játszottunk, tehát nem számítógépeztünk, hanem beszélgettünk nagyon sokszor, ott folytatjuk velük a beszélgetést, ahol abba hagytok, és ez nagyon jó. Mi abszolút vallásos család vagyunk, és minden héten járunk a templomba. A svábságnak ez egy nagyon fontos és nagyon összetartó ereje, ugyanúgy a vallás, mint a népzene. Kiricsi Martinnal legutóbb Romonyán találkoztunk, ahol az Ulrich trióval lépett fel. A fiatal, tehetséges harmonikás Kéméndi Tamás növendéke. Igazából a nagypapám is harmonikázik, illetve eredetileg zongorázni akartam, de ugye mind a kettő billentyűs, úgyhogy így valahogy átterelődtem a harmonikára. Azért is azt szeretem legjobban a harmonikában, hogy nagyon sokféle zenét lehet vele játszani, nagyon különböző nemzetiségi zenét leginkább, de például a filmzenék, esetleg játékzenék is lehetségesek rajta. Nagyon fontosak, mivel anyai ágon sváb vagyok, és nagyon szeretem a német zenét játszani, a harmonikám és a sváb zenét is.